Megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ünnepi közülést megnyitom. 1905. augusztus 29-én megalakult Szekszárda első képviselőtestülete. Ez alkalomból augusztus 29-én a megyeiugó városban minden évben ünnepi közgyűlést tartanak, aminek során díjakat adnak át. Idén Szekszárd díszpolgári címét Petrics József vehette át. A Petrics család 1825 óta foglalkozik mézeskalácsok, cukorkák, sütemények, gyertyák készítésével. Az iparos családok történetében is ritkaság számba megy ez a múlt. Ezt nem lehet kifejezni, ezt az érzést, úgyhogy ez fölemelő érzés, megtiszteltetés, és hát hogy is mondjam, egy kötelesség, további kötelességre ösztönzi az embert is, meg az egész családot. Pro Urbe Szekszárdért emlékplakettet idén ketten vehettek át. Dr. Vastag Oszkár 1979-től 2020-ig vezette a Balassa János Kórház személyzeti osztályát, valamint ugyanott orvosigazgató helyettes is volt. Nagyon jó érzés, megtisztelő érzés, és nagyon hálás vagyok ennek a városnak, ennek a közösségnek, ennek a megyének, ahol élek 41 éve, és a város vezetőségének, hogy elismerte ezt a munkát, amit folytattam. Dr. Muth Lajos belgyógyász, diabetológus, a Balassa János Kórház korábbi főigazgatója szintén Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet vehetett át. Őszinte szándékú magvetést, ezt értékelték. Tehát én így értékelem ezt a díjat, és természetesen köszönetet kell mondani azoknak, akik gondoltak ránk valamennyiünkre, akiket ma kitüntettek, és nem magunk értük el ezt az eredményt, mindenki mögött van egy család, vannak mesterek. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a díjátadó után azt mondta, a Tolnai megyeszéken mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy elismerjék azokat, akik kimagasló munkát végeznek, ez pedig, mint ahogy régen, most is így van. Vannak emberek, akik saját szakmájukat tudnak nyúlni, saját munkájukat tudnak tenni azért a városért, a közösségért, ahol élnek. Szekszárdon a Városnapja alkalmából idén összesen 17 díjat adtak át. Elismeréseket kaptak a kimagasló munkát végző közalkalmazottak, a szociális és egészségügyi területen dolgozók, valamint civilek és egyesületek is.